Én nem azt mondom, hogy nem lesz viharjelzés, de az, hogy ennek a pontossága mi módon változik, az egy más történet. Azt, amit elértünk, hogy egy egész Balatonpart, mindenki, jó, kivéve azt 3-4 embert, aki ez a cég, azt mondja, hogy ez nem jó, hát ennek azért jó lenne érvényt szerezni. Van egy építési engedélyünk, de mi addig az épülethez nem fogunk hozzákezdeni, nem kezdünk addig hozzá az épülethez, amíg minden fél azt nem mondja, hogy kölcsönösen meg tudjuk egymást arról győzni, hogy lehet. Mi nem akarunk olyan dologba úgy belekezdeni, amíg ellenérdekek vannak. Van egy olyan szempont is, hogy a Balatont üdülőtóként üzemeltetik, ami nem biztos, hogy természetvédelmi szempontból szerencsés, de most ez egy ilyen konszenzus, hogy legyen az. Nem jön az üdülő vendég, hogyha azt hallja, hogy itt nem biztonságos. Mondjuk, mert a külföldi újság megírta, hogy megszűnt a meteorológiai intézetnek az a bizonyos mérőrendszere, és helyette van egy sokkal rosszabb. Most mielőtt nem volt ez az új rendszer, azelőtt évente kb. 50-en haltak meg a Balatonba, azért, mert ilyen viharos események közepette, valami történt velük. 10 éve ez a szám, éves halottak szám a Balatonban masszívan 10 alatt, egy-egy ütel 10 alatt van. Ez azért van így, mert azóta van új jelzésrendszer. Hát ugye a Magyar Tudományos Akadémiának is van ebben már állásfoglalása, és hajlamos vagyok arra, hogy a szakembereknek a véleményének adjak. Azt mondják, hogy olyan turbulencia, olyan levegő áramlás változás léphet fel, ami valójában zavarhatja a jelzéseknek a pontosságát. Nyilván lesz ezután is, meg azután is lesz viharjelzés, de én azt gondolom, hogy ez egy nemzeti érdek. Hát ha a nemzetünknek egy csodálatos kincse, a turisztikának a letéteményese a Balaton, és hát a turisztikai céljaink közt, ha jól tudom, a második legnagyobb, hogy is mondjam, gazdasági erővel bíró terület, akkor én azt gondolom, ez annyit megér, hogy tegyünk meg mindent annak érdekében, hogy zavartalanul folyhasson ez a fajta munka. Itt volt ház. 2012-ig itt állt épület. Nem arról van szó, hogy mi építünk egy új épületet. Itt a régi épület el lett bontva 300 négyzetméter. Tehát nem volt kicsi, tehát most úgy állítja be az OMS, mint hogy sose lett volna itt épület. Itt mindig volt épület. Itt fog elkezdődni egy-kettő itt. Itt fog elkezdődni az épület. Itt, és itt egyszintes lesz egészen odáig a toronyig. És onnan lesz majd felugrálva hátrafele. Fogjátok látni, hogy a fák, a szállodák, az épületek teljesen körül építették ezt az egész részt. Tehát az a 1965-ös állapot, az megszűnt. Tehát hatalmas épületek vannak. Mi azt mondtuk, hogy a mi épületünk, amit lépcsőztünk az ő kérésükre, hogy messzebb legyen tőlük, annak a tetején kialakítanánk olyan referenciapontokat, amivel tökéletesen tudnának árnyékolásmentesen, zavarásmentesen mérni. Ezeket a műszereket mi meg is vesszük különben. Tehát, hogy mi még ezt is felajánlottuk nekik. És ennek ellenére ebből most már egy ilyen presztízs harc lett a részükről szerintem. Most a déli parton vagyunk, és jóval a torony mögött vagyunk, tehát ők azt mondják, hogy mi zavarjuk a széljelentésüket, de hát könyörgöm, hát innen fúj a szél. Tehát általában az összes vihar az észak-észak-nyugatról jön. Tehát a déli oldalról semmi nem jön. Ráadásul egyetlen szélmérő van a torony tetején, amit 8 éve telepítettek, azt is vállaltuk, hogy azt is föltesszük oda a magasabb pontra, és onnan mérhetnek. Úgyhogy nem takarnak bele a fák, hiszen ha körbe nézünk, a fák magasabban vannak sokkal, mint a mi épületünk. Egyedül miattunk szakvélemény. Az OMS nem adta írásba azt, hogy tisztelt Molnár úr, ha most ide épül ilyen formában egy ekkora épület, akkor a szélirány, az előrejelzés, bármi, így és így fogja befolyásolni nem a munkánkat. Nem. Tehát ilyen dokumentum nem született. Nem. Nem kaptunk ilyet. A mai napig se írásban, sem szóban nem kaptunk ilyet. A cikkekből értesülünk erről.